A 34. Bábolnai gazdanapokon önálló standdal jelentkezett a Satogép Kft. Melyik gépet emelné ki újdonságként? Leginkább a Mándám gépgyárnak az egyik zászlósajóját emelném ki. Az utóbbi évek során egy kiemelt termékké vált. Ugye most aktualitása van nyilván itt az aratások után, illetve a napraforgó kukoricaratások után is, mint egy fontos talóhántó eszköz. Ugye ez egy félig függesztett rövid 2016-ban kezdődött ennek a fejlesztése. Azóta még hál' nagyon sokat változott pozitív irányba, mind különben, mind technikailag. Nagyon fontos ismérve tulajdonsága, hogy a henger elé került a járószerkezet, ezáltal kiküszöbölve a rövid a negatív hullámzó bepattogó mechanizmusát és ezen felül még egy hidraulikus vonorúdat is kapott, amit ellátunk egy, vagy egy ellát pontosabban egy nyomástálló vagy lengéscsillapítási jellegű funkcióval. Nagyon fontos további tulajdonság még alapfelszereltségként hidraulikus munkamérségállítással állítással rendelkezik a gép, tehát ez egy viszonylag értékes felszereltség. A tárcsa az 4 métertől 8 méterig érhető el a munkaszélességét tekintve, tehát ugye félig függesztett változat. A függesztett változatok is egyébként elérhetők nálunk, az, az továbbra is két és féltől Egészen 6 méteres munkaszélességig, és 5,60-as, illetve 6,10-es lapokkal. Ami még ugye fejlesztésnek mondható, a kétsoros golyós csapágy, az Eskáv csapágy is továbbfejlesztésre került. Most már több év garanciát tudunk rá vállalni, tehát ez is mutatja azt, hogy ez egy jól működő mechanizmus, jól, jól működő termék, és a gazdák hál' és most már országszerte meg vannak elégedve a termékeinkkel. Eléggé erős, robusztus felépítése van, szinte elnyűhetetlennek tűnik. Igen, hát ő, nyilván hogy ez egy lengyel gépgyár, tehát a lengyel gépgyáraknak a nagy része azért jellemzően ugye elég ö, jó mennyiségű anyagot beletesz a gépekbe. Ugye ez egy fontos, ugye azért a rövid mint a aluhántó eszköz, főleg az őszi műveléseknél, amikor most a körülmények, azért ott nagyon fontos az önsúly. A négy méteres gép látható mögöttem, ami, aminek több mint egy tonna méterenként a talajterhelés, a talajnyomása. Ez, egy, ez úgy gondolom, hogy ez egy ideálisnak mondható, tehát, tehát felveszük a versenyt a prémium nyugati márkákkal is, és az 5 méteres, 6 métereseknek is nagyon jó a méterenkénti talajnyomása. Ez elengedhetetlen az, hogyha nehéz körülmények között gazdálkodunk, száraz akkor is bele tudjon menni a földbe a tárcsalevelek.